Thank you.
Köszöntöm a nézőket, ez a Heti TV Heti Jazz című műsora két hetenként. Vendégem Halper László, jazzgitáros, publicista, szerkesztő, aranzsőr, és így tovább. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ha jól láttam az előbb levetített felvételen, csak nem a Steve Gadd és a Eddie Gomez bőgőzik. De igen. Mármint a Steve Gadd dobolt, és hát a Halper László gitározik, és igen. A Fekete István trombitál. Kérlek szépen, mesélj erről a felvételről, vagy erről a koncertről valamit. Ja, már akkor is volt ez a felállás, amivel Jimi Hendrix számunk jazzes feldolgozását játszottuk, azt akkor úgy hívták, hogy Band of Gypsies Reincarnation, és aztán tulajdonképpen ennek a nevű formációnak, hát ez volt tulajdonképpen a csúcs pillanat, amikor 2012-ben a Műpában Jimi Hendrix 70. születésnapját úgy ünnepeltük, hogy ez a két hihetetlen világsztár jött ritmus szekciónak. Természetesen Fekete István volt a trombitás, én gitároztam, és aztán ebből lett egy lemez, illetjük Angelland címmel, ez azért ez a nevem, ugye volt Jimi Hendrixnek egy lemez, az illetjük Ladyland, és ez egy kicsit szójáték, mert angyalföldi vagyok, tehát egyrészt Angelland emiatt, másrészt meg ő már nem a Lady földjén van, hanem szegény az angyalok földjén, úgyhogy még ebben is passzolt, hogy Electric Angelland, hogy elektromos angyalföld, és nem elektromos hölgyek földje. Annyiban más, mint tehát a koncertanyagán természetesen nem változtattunk, csak nekem az volt az álmom, hogy ez három fúvóssal szólaljon meg ez a zene, ezt akkor erre a koncertre már nem lehetett semmilyen szempontból összehozni. Igen. Viszont a lemezre megcsináltuk, és Csejtei Ákos és Kolman Gábor barátom segítettek, és persze Fekete István fújta akkor is a felső szólamot. Tehát a lemezen úgy van, ahogy én megálmodtam, hogy bizonyos helyeken három szólamú nagyon jó, fúvosa. És azt szeretném tőled megkérdezni, hogy jazzgitáros mi voltodból fakadóan, hogy Jimi Hendrix, a nagy kedvenc. Igen, tehát persze tudjuk, bocsánat, hogy közbevágtam, tudjuk, hogy azért a Jimi Hendrix egy nagyon nagy ikon volt még Miles Davis szemében is. Így van. Tehát visszatérve a kérdésre, hogyan? Igen, csak annyit, hogy Miles Davis azt írja az önéletrajzi könyvében, hogy mikor meghalt Jimi Hendrix, ugye szerettek volna egy közös lemezt, azt írt, hogy attól kezdve egész életében Jimi Hendrixet kereste, mert ha hívott egy igazi jazzgitárost, egy szabad gondolkodást, az nem tudott elég nagy blues-ízzel játszani, ha hívott egy olyat, aki bluesgitáros volt, akkor nem tudott elég szabadon muzsikálni, Hendrixbe volt meg ez mint. Hát ez úgy történt, hogy tulajdonképpen nekem az első nagy szerelem, mai napig tartó szerelem az Jimi Hendrix és a blues. Tehát én blues gitározással kezdtem, én amiatt kezdtem el gitározni, megláttam 13 évesen egy fekete blues gitárost játszani egy szál, maga játszott, gitározott, énekelt, egy valamilyen jazz fesztiválról volt a magyar tévében. Én akkor ez engem letaglózott gyakorlatilag, és akkor persze megismertem Jimi Hendrixet, tehát én erről az irányról jöttem, és eljutottam a jazzig, és oda, hogy én a jazzzel foglalkozni akarok, mert én elképzeltem magamnak egy fúziós zenét, aminek az egyik fel a jazz, és azt éreztem, hogy ahhoz viszont azt is nagyon meg kell tanulni. Ezt nem nagyon csinálják, ugye ezt a Jimi Hendrixes, és a blúzos, jazzes hiszem, hogy talán, kicsit. Igen. És akkor elvégeztem a jazz tanszakot, és akkor hát abból lett aztán a végén ez, hogy sok-sok évre rá, hogy tényleg megcsináltam azt, hogy Jimi Hendrix számok, de jazz verzió. És a te életedben nagyon sokszor, vagy többször előfordult az, hogy ilyen világsztárokkal játszottál. Nem ez az első eset. Nem. És nem is ez volt az utolsó. Reméljük, hogy nem tudom, volt. De úgy utolsó. Nem az utolsó, hogy tudom, hogy a Randy Blackerrel is felléptél, nem olyan régen. Kérlek szépen, mondd el, légy szíves azt, hogy kikkel léptél még fel a múltban, vagy a lemezeden esetleg kik játszottak. Hát ami egy nagyon fontos személy volt az életemben, az első, Bécsben volt szerencsém tanulni egy amerikai iskolában, és az ottani basszusgitáros Angus Bang Thomas, aki hát ő olyanokkal játszott, hát a Miles Davisnek volt például egy éves turnén a bassgitáros a 85-ben, akkor Buddy Miles, aki Jimi Hendrix a Band of Gypsies-ben volt a dobos, és általában én megismertem őt személyesen egyébként, tehát valakivel találkoztam egyszer életem, aki tényleg a Band of Gypsies-ben játszott, és még nagyon sok nagyon nagy név, John Mayall, szóval ilyenekkel játszott. Volt egy bandája, a Culture Kings, szóval én 26 évesen bekerültem, ott a suliba megismert engem, és elhívott a zenekarába. Ez volt az első olyan, hogy és hát ott Rick Tolden barátom is már játszott, aki most szokott velem néha énekelni, percussionezni, ha tudom, őt hozom Bécsből, és egy amerikai kiváló muzsikus. Tehát ez volt az első, ez egy nagyon fontos dolog volt, mert évekig játszottunk, így én rengeteget tanultam ott. Tehát egy más felfogás megszól. Hát el tudom képzelni, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy beszélj, légy szíves, vagy mondd el azt, hogy persze, méltó partnereik voltatok ezeknek a világhírű zenészek. Igen, megfelelni. Én úgy gondolom, hogy
A zenén kívül, a munkán kívül volt-e valamilyen kapcsolatot? Gondolom, hogy megmutattátok-e Budapestet, vagy elmentetek egy jó sört meginni, vagy borozni, hogy milyenek ők a színpadon kívül, tehát barátságosak, kedvesek, készségesek, ezt szeretném megtudni. Hát mindegyik ők egy picit ugye más. Steve Gadd, ő nagyon fáradtan érkezett ide, mert egy olyan turnéba jött, hogy indult Svédország, ugye Phoenixben lakik nagyon-nagyon, ez nagyon távoli pontja Amerikának. Indult a turné Svédország, Japán, Korea és úgy Magyarország. Tehát ez teljesen meg volt fordulva ez a nappal-éjjel dolog. Ő nagyon-nagyon fáradt volt ilyen szempontból, nagyon-nagyon keményen dolgozott velünk a próbákon, ugye két napig hosszabb próbák voltak. Ő olyan nagyon-nagyon barátságos volt, csak ő kérte, hogy ezt értsük meg, hogy ő nem nagyon tud velünk ide-oda jönni, mert borzalmasan fáradt. Tehát tulajdonképpen ő éjszaka volt jól, szegény, és amikor aludnia kellett volna, akkor próbáltunk mi nappal. Ha jól tudom, az Eddie Gomez meg le is ment egy James-esről. Ő pedig, na most épp ezt akarom, a Gomez más eset volt, mert ugye Olaszországba jött, tehát ő abszolút semmilyen jetlag problémája nem volt. Ő lejött velünk jammelni, ővele mentünk ide-oda Budapesten, vacsoráztunk együtt. Randy Brecker, ő nagyon-nagyon rövid időt volt itt, nagyon-nagyon barátságos volt. Ugye vele nekem van olyan sztorim, hogy ő játszott az egyik lemezemen, őt ismeretlenül kerestem meg, és ő aznap válaszolt az e-mailemre, hogy neki nagyon tetszik ez a zene, és szívesen játszana, és tényleg nagyon készsége. Még egy interjúban meg is említette, itt Magyarországon kérdezték Magyarországról, és olyan aranyos volt, hogy azt válaszolta, kérdezték, hogy mit tud Magyarországról. Én azt tudom, hogy Halper Lászlónak a lemezen játszottam 2010-ben, ami nekem nagyon tetszett. De egy nagyon aranyos ember. A Randy Brecker az egy kifejezetten nekem egy nagyon, mindegyikük szimpatikus volt, a Randy Brecker nagyon. Az első, akit meséltem, az Angus Bengus Thomas, meg az egy érdekes, mert egy chicagói muzsikus és egy olyan igazi vagány. Tehát vele meg megismertem egy picit ilyen vagányabb, mert sok blues zenekarban is játszott, nem csak jazzzenekarban, egy olyan vagány. Szóval érdekes személyiségek, mindegyik nyilván egy picit más, de én azt gondolom, hogy aki valamiben ennyire jó, mint ők, az nagyon, tehát érdektelen ember nem lehet. Igen, és hát valószínűleg jó emberek is. Nyilván, mert nem jutna el idáig. Igen, tehát jó, a következő kérdésem, mielőtt meghallgatnánk a következő felvételt, hogy mik a terveid világsztárok ügyében? Hát most van egy ilyen dédelgetett terve, most idén meg fogom próbálni megvalósítani, ugye idén lenne 75 éves Jimi Hendrix, és most egy olyan koncertet képzeltem el, hogy azzal a formációmmal játszanék, amiben a három fúvós van, és ahhoz, hogy megpróbálom Angus Thomas-t elhozni, basszusgitározni esetleg. Lenny White-ot, ugye, aki a dobos lett volna a Miles Davis, Jimi Hendrix közös lemezen, már beszéltem is vele Skype-on, elküldtem a zenét, tetszett neki a zene, nagyon hál' Isten, úgyhogy benne lenne. Ő lenne a dobos, és a Rick Tolden, akit említettem, hogy már a Culture Kings együtt játszottunk, ő énekelne. Tehát egy ilyesmi koncert, majd meglátjuk, hát nyilván ezeknek nagyon nehéz az anyagi, és főleg az anyagi feltételét megteremteni. Ez most csak egy ilyen elképzelés, és megpróbálom megvalósítani, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Sikerülni fog, és őszintén kívánom. Úgy legyen, köszönöm. Most a Have You Ever Been to Electric Ladyland, ugye ennek a bizonyos lemeznek a címadó dalát is eljátszottuk ezen a Mipás koncerten, aminek a címére úgy kicsit rezonál az én lemez cím, úgyhogy most ezt a Have You Ever Been to Electric Ladyland című kompozíciót halljuk. Legyen az. Thank you.
Mikor készültem a műsorra, és készültem Harper Lászlóból, akkor olvastam valahol, hogy 300 éves zenész dinasztia. Erről kérlek szépen beszélj egy picit. Én ugye cigány zenészek voltak az ősem, nagypapám, nagyon híres Pirmás Mágó Károly, már 32-ben Görögországban, Kolumbiánál jelentek meg lemezei. Ugye ez a 300 éve, ez sajnos az azért egy szomorú szám, ezt több muzsikus is mondja, mert amikor a holokausznál igazolni kellett a származást, akkor 300 évig kérték, hogy levéltárakban vissza kell nézni, és ezt anyukám nővére tette meg a családnál, tehát 300 évig kellett visszanézni, és ott mindig az volt latin, hogy musicus ciganus. Tehát addig biztos, hogy zenészek voltak, korábbról ezért nem tudunk, mert azt már nem kellett igazolni, azt a származást. Úgyhogy így van, tehát gyakorlatilag az unokatestvéreim klasszikus zenészek lettek, Bécsben élt egy unokatestvérem, aki jazzgitáros heged is volt, a többi unokatestvérem klasszikus zenész. Én lettem tökben bizonyos értem az első. Fekete bárány. Igen. Nem, nyilván nem gitárral kezdtem. Nem, hegedülni kezdtem. Mi egyébként meg kell mondjam, hogy jól is ment, csak anyukám hála Isten rájött, hogy ez engem nem elég érdekel. Nem érdekel. És amikor én első osztályba kezdtem el hegedülni, most már az unokatestvérem kezdett tanítani, még jóval iskola előtt, még 5 évesen voltam, de hát elsős koromtól meg már kifejezetten komolyan zeneiskolában. És úgy ítélte meg, hogy engem ez nem érdekel elég, és föltette a kérdést, hogy biztos, hogy te akarsz a klasszikus konziba menni, mert akkor most egy kemény felkészülési időszak jön. És akkor én elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nem, és így viszont szabad voltam arra, hogy említettem, hogy megláttam egy bluesgitár, és attól kezdve ez. Igen, tehát a blues volt az első, és a jazzos később, ahogy azt előbb mondtad. Így van, így van. Hát mivel nem olyan sok időnk van, ezt erre akkor pontot teszünk, és meg szeretném tőled kérdezni, mert azt is tudom, hogy rádióműsorod volt, nem is akármilyen hosszú ideig, van is, most is van, és hogy könyveid is jelentek meg. Annyit tudok, hogy a rádióműsor interjúi jelentek meg könyvben, hogy ez így van-e. Kérlek szépen, a Rádió C-ben volt azt hiszem az első műsoraid, vagyis ott voltak ott tevékenykedtél, hogy kérlek erről beszélj, és hogy kikkel csináltál interjút, stb. Tökben ez úgy indult, hogy amikor meghallottam, hogy van ilyen Rádió C, ment egy pár hónapja, amikor én megkerestem őket azzal az ötlettel, nem feltétlenül, hogy én csináljam meg, csak magával a gondolattal, hogy van egy olyan zenész generáció, akkor úgy éreztem, akiről már a fiatal roma muzsikusok sem tudnak, tehát a nálam fiatal, gondolok itt Bacsikelekre, Csányi Mátya, stb., akik a nagybátyáim, mint legendákról meséltek, tehát az nálam idősebb generáció, meg őket tekintették ilyen legendáknak, és az a legnagyobb sztorik róluk voltak, stb. És én megkerestem a Rádió C-t, hogy róluk kellene csinálni egy sorozatot. Ez lett a zenész legendák. Ők azt mondták, akkor csináld meg te, mert te ezek szerint tudod, hogy kiket kell megkérdezni, stb. Akkor ebből lett egy sorozat, amiből aztán lettek a könyvek, de aztán a Rádió C-ben csináltam más műsorokat is, természetesen zeneieket is, aztán nem zeneieket is, de minden esetre rengeteg interjút készítettem, és akkor abból lett a Zenész Legendák című könyv, az az első, és annak lett egy második része, amiben a Rákfogó zenekarban valaha játszott tagok mesélnek az életükről, és a harmadik könyv pedig, mert rengeteg rockzenész is volt nálam, aztán vendég később más műsoraimban, azt az első rockzenész generációt is azért egy kötetbe összeraktam. És mi inspirálja, vagy ez egy véletlenszerű, hogy egy muzsikus, egy kiváló muzsikus kicsit ilyen mellékágakat is az életével, vagy a szerencse, nem is nem, a szerencse. Nem, érdekelt. Engem az Isten igazából a sztorik érdekeltek. Gyerekkoromban is volt két néni a házban, már 5 évesen jártam mindig hozzájuk beszélgetni, és mindig meséltettem őket a ház történetére, stb. Engem a sztorik érdekeltek, és én tökben azt szerettem volna megőrizni ezekbe a könyvekbe, ezek nem zenetörténeti munkák, hanem én azokat a sztorikat szerettem volna megőrizni, amiket én hol a családomban hallottam a muzsikus nagybátyáimtól, rokonaimtól, hol csak nálam egyáltalán idősebb zenészektől. Szerettem, hogy ezek a sztorik ne vesszenek el. És én tulajdonképpen ezért ezekben az interjúkban tulajdonképpen egyrészt nyilván elmesélik az életüket, bár az első Zenész Legendák könyvben nem azok mesélnek, hiszen nem éltek, akikről szó van, hanem a barátaik, zenésztársaik, rokonaik, de így a sztorik, tehát az életük története és az abban rejlő sztorik érdekeltek, és gyakorlatilag ebből adódott ez az egész. És van tervbe? Most per pillanat nincs. Ugye most a Klubrádióban van vasárnap esténként jazz műsor, amit nagyon szeretek csinálni, mert ez egy ilyen örök hobbi maradt. Amikor lesz rá módom, én szeretnék rádiózni, amikor a Jóisten úgy adja, hogy lehetőségem van rá. Most effektív könyvben nem gondolkodom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad magadról, meg a magyar jazz történetről, meg egyáltalán. Légy szíves, hogy konferált fel igen, az utolsó számot. Ucho Hendrix kompozíció, amit ugye erről a koncertről, hogy Can You See Me című számot.